A tartósan száraz, meleg időben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a növények öntözésére. Elsősorban az uborka locsolására kell ilyenkor kiemelt figyelmet fordítani. Fizikai, illetve élettani hatása van. Fizikai az, hogy a túlságosan meleg, tehát 35 foknál meleg időjárásnál a növény a pároktatáson kívül a túlélésért küzd, nem csak az életfunkcióinak megfelelő vizet próbálja felvenni, hanem a stressz elhárítás véget is. Ezt úgy küszöböl ki, hogy vagy megereszkedik a lombja, ha nem tud annyit pároktatni, illetve termés elrugás. A párás időben a kártevők közül az uborka atka nagy tömegű felszaporodásával is kell számolni. Uborka nagyon komoly kártevője száraz meleg időszakokban, a takácsatka. Az atkát az ihják is takácsatkának, ugyanis amikor már a kártétel jelentős az uborkán, finom pókszerű képződmények jelennek meg az uborkán. Maga atka annyira pici, apró, hogy csak nagyítóval lehet látni, viszont tömegesen szaporodik a levél fonálkán. Szivogatásuk hatására a levél először károsodik, majd teljesen elpusztul, illetve tömeges rajzásnál pedig maga a főszál is ugyanígy fog kinézni, és egy olyan 7-10 nap alatt az egész állomány képes tönkretenni. Az uborkán okozott károkon túl a nagy hőség a paradicsomültetvényekre is veszélyes, úgynevezett napfoltok jelenhetnek meg a növényen. Ettől még fogyasztásra alkalmas marad, inkább esztétikai problémát okoz, ez ellen hálóval védekezhetnek a termelők. A paradicsom az a fajta növény, ami a nagy száraz meleg legfeljebb csak egy kis termés elrugása válaszol, szerencsére a kórokozók, főleg fajtat függvénye is, nem okoznak akkora kárt, természetesen a vízpótló öntözés mellett a kondicionáló öntözését is előtérbe kell helyezni, ugyanis akkor a későbbi virágok meg tudnak termékenyülni, hogyha párás a levegő. A hetekig tartó vízhiány az átlagnál szárazabb, szabolcsi földbe ültetett kukoricának sem kedvező, de a növény nem tudja felvenni a talajból a vizet, így a csőképzés is minimális lesz.